Múlt héten jelent meg ez a közlemény a polisz.hu-n, ami megnyugtatta a nyíregyháziakat. Hivatalosan is megerősítették, hogy nem akartak elrabolni egy gyermeket a belváros egyik forgalmas pontján. A közösségi oldalon hamar elterjedt ez az álhír, aggódó szülők és helyiek egyaránt megosztották a bejegyzést. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy felelőtlenül senki ne osszon meg hasonló híresztelést, ugyanis hamar félelmet és pánik hangulatot teremtettek ezzel. Az online térben eltűnik az idő és eltűnnek a földrajzi korlátok. Sokkal könnyebben és gyorsabban lehet kommunikálni, híreket megosztani a közösségi felület segítségével. Itthon a 16 és 74 év közötti korosztály több mint 80%-a felhasználója valamelyik közösségi médiának. A biztonságos internet használat népszerűsítése a kormány számára is fontos feladat. Ma már a fiatalok nagyon-nagyon sok időt töltenek el az online térben, ami nem egy ördögtől való dolog, csak fontos az, hogy tudják azt, hogy milyen veszélyek leselkednek itt rájuk. Éppen ezért mi azt mondtuk, hogy van egy úgynevezett digitális immunrendszerünk is. Ezt a digitális immunrendszert föl kell mérni, meg kell nézni, mennyire erős ez a digitális immunrendszer, és segítenünk kell abban, hogy ezt a digitális immunrendszert erősíteni tudják a fiatalok. Az előnyök mellett ugyanakkor hátránya és meg annyi kockázata is van a közösségi oldalaknak, mondta el a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője 35 perc című műsorunkban. Csak olyanokat tegyünk közzé az oldalon, amelyek vállalhatóak. Tehát túl sok információt magunkról ne tegyünk közzé. Tehát születési időtől kezdve azt, hogy éppen hova menjünk nyaralni, azt, hogy milyen telefonszámon vagyunk elérhetőek, vagy kompromittáló képek, amelyek később esetleg megbánhatja, aki ezt felteszi, ezeket semmiképpen nem. A másik dolog az, hogy milyen eszközt használunk. Ugye nagyon sokszor van az, hogy könyvtárban vagy különböző nyilvános helyeken használnak internetet a fiatalok, ami nem a saját telefonja vagy nem a saját laptopja, hanem egy ottani. Mindenképpen ki kell jelentkezni ezekről a felületekről, nem szabad úgy magára hagyni. Ezért is mondtam azt, hogy az eszközbiztonság az legalább olyan fontos, mint az, hogy valakinek a profilja biztonságos legyen. A jelszavas védelemre hívnám fel a figyelmet. Egyszer tartottunk előadást Tiszavasváriban, egyébként egy középiskolában, ahol az egyik diák a másik jelszavát körülbelül 10 másodperccel kitalálta, mert az autójuknak a rendszáma volt. Tehát azért arra figyeljünk oda, hogy ne legyenek átláthatóak azok a jelszavak, hogy ne legyen, amit nagyon triviális. Ha ezeket betartja mindenki, persze nyilván így is fel lehet törni profilt, meg így is meg lehet mai világban a hackerek, meg a crackerek révén rengeteg eszköz, meg módszer van, amivel meg lehet keseríteni az emberek életét, de egy átlag felhasználó, ha azokat a minimális követelményeket teljesíti, akkor azt mondom, hogy biztonságban lehet. A rendőrség új kampánya elérhető a polisz.hu-n, de munkatársaik az iskolákban is tartanak előadásokat. Az alezredes mégis kiemelte a szülői felelősséget ebben a témában. Prevenciós előadások során, amit a rendőrség tart, azt nem csupán a diákoknak tartjuk, hanem bevonjuk mindenféleképpen a pedagógusokat, illetve lehetőség szerint a szülői közösséget is próbáljuk ezzel kapcsolatban tájékoztatni. Annál is inkább, mert az a tapasztalat, hogy sokszor a szülők sokkal kevésbé vannak képbe, ha lehet ezt így fogalmazni, mint általában a gyermekeik. Sokszor a szülők kérnek segítséget adott esetben, hogy adott egy informatikai eszközt hogyan is kellene használni. Tehát azt tudom mondani, hogy Magyarországon még az internet kultúrája nagyon gyerekcipőben jár, és ebből kifolyólag a közösségi oldalak használata is hát igencsak gyerekcipőben jár. A rendőrség felhívja mindenki figyelmét, hogy amennyiben online zaklatás vagy csalás áldozatává válik, forduljon a hatósághoz.